be a lapáttal, bele kell lapáttal. A kakasdi óvodába járó gyerekek csöpögő esőben is lelkesen segítették elültetni a gyümölcsfákat a teljesen megújult árokparton. Az eső eddig komoly gondot jelentett a településen élők számára. Főként azért, mert nagy mennyiségű csapadékvíz zúlott le rendre, az utó lefarul a rendre, és az elvezetésével mindig gond volt, mert vagy a medret vitt el, vagy pedig kicsapott és hozta a hordalékot, a partokat kimosta, és hát ezáltal egyrészt gyorsabb lefutású a víz, és kevesebb kárt okoz a lakóterületen belül. A faluárkot évekkel ezelőtt kezdték el helyreállítani. Most a felső 360 méteres szakasza újult meg. Erre 83 millió forintnyi forrás nyertek a településfejlesztési operatív programból. Amikor elkezdődött az első ütemterv 11-ben, akkor már mindenki azt hitte, hogy végig fogunk egyszer élni a falu végéig, tehát a úgynevezett csurgori részig, de ez sajnos akkor anyagi ok miatt nem valósulhatott meg. Most sem értünk teljesen végig a második ütemtervvel, úgyhogy bízunk benne, hogy lesz majd még egy harmadik hamarosan, amivel teljesen megoldódhat ez a vízelvezetési probléma Kakasdon. Gábor Ferenc, a pénzeket elosztó megyei önkormányzat főjegyzője szerint jó ütemben haladnak a fejlesztések Kakasdon. Sorra valósulnak meg ugyanis az addig csak papíron létező beruházások, felújítások. Bármerre megyünk a megyében, mindenhol egy-egy fejlesztésbe botlunk, ezeknek nagyon örülünk. 90% fölöttiek a lekötött forrásaink, ezeknek a végrehajtása folyamatosan zajlik, és hát az zajlik, és az átadások is folyamatosak. A Tolna megyei önkormányzat első körben 27 milliárd forint topos forrást osztott ki 100 település között.